Részletes és tételes tájékoztatóban válaszolt az új magyar kormányzati kampányra az Európai Bizottság, hangsúlyozva, hogy nincsenek titkos terveik a migráció fokozására. A magyar nyelven kiadott anyagban mindenek előtt rámutattak, az Európai Unióban nem születhet semmilyen döntés a tagállamok és az Európai Parlament nélkül, azaz a magyar kormány tagjai és a magyarok által megválasztott EP képviselők is szavazhatnak minden esetben. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár erre reagálva ma bejelentette, Orbán Viktor levelet küld a választóknak, amelyben felhívja a figyelmet a bizottság állítólagos beismerésére. Ide figyeljél, te nem kaptál még levelet. Én kaptam, csak nem nyitottam ki, mert a kormányfő levelét ünnepélyes pillanatkor szeretném kinyitni. Persze nem erről a levélről van szó, de úgy itt látszik, hogy úgy látszik, imádnak levelezni. Én ezt minden nap magammal hordom. Hát ezt nem csodálom. Súlyos a helyzet. De az összeset, nem, a lányom is hozzá van bejelentve, a lányom levele is még, mármint a lányomnak írt levél is nálam van még. Értem, de tudod, hogy miért írták? Itt nincs az a kérdés, hogy a Gyurcsány miért írt levelet. Ma ilyen leveles adásunk van, úgy látszik a levelek. Nem, de nagyon igazad van, mert az például nagyon hiányzik nekem, hogy nincs benne egy válaszboríték, hogy válaszoljak. Miska bácsi leveles ládája volt egy ilyen műsor a rádióban, emlékszel, ott se kellett. Miska bácsi felolvasta a leveleket. Ezt most, ha felolvasom, akkor véget ér a műsor. Nem olvastam. Ne, Léci, kíméljük meg a nézőket. Én csak egyetlen egy dolgot tudok, az, de lehet, hogy kettőt, hogy ugye az, hogy mi mit mondunk, arra válaszol Brüsszel, ugye nem az Unió, hanem Brüsszel, ez fontos, ez két különböző címzet, és ez megy így, sorra-sorra, nem mondunk semmi újat, és arra megint ugyanazt mondja Brüsszel, kicsit, mint a süketek párbeszéde, de bármikor cáfolja Brüsszel azt, hogy amit mi gondolunk, az nincs, akkor azt mondja a kormányzatunk, újabb beismerő vallomás az Európai Bizottság állásfoglalása. Abszolút jogos. Szabad egy példatörténetet mondani erről. Jaj, hát nagyon kedves. Mikor a jóképzett pedagógus kérdezi a nem túl fényes elmű Nebulót, hogy mit nyerünk a libából, és a Nebuló ragyogó arccal rávágja, hogy töpörtyűt, hiszen jó van film, és még mit nyerünk? Még a libából. Szóval töpörtyűt. Na várj, azt mondja, rávezetek. Min alusztok? Azt mondja, ágyban. Azt mondja, mire teszitek a fejeteket? Vánkost. És mi van a vánkosba? Csak libatol. Na jó van film, mit nyerünk a libából? Töpörtyűt. Nagyjából a kormány ebbe a színbe adja elő a dolgokat. Csak a töpörtyűt. Ezen túl, ha látják a soros plakátot meg a Junkert, akkor mindenkinek a töpörtyű jusson az eszébe. Jó, Zoli, még egy. Időnként szóba kerül az, hogy kik nézik a mi műsorunkat. És szóba kerül az, hogy az értelmiségénél ez nem jön be, de a nem értelmiségnél bejön. És én a nézőnket nem nézem le, eléggé irritálom őket én a létezésemnél fogva. Akkor most olybá vesszük, hogy akkor ezt kinek mondja a kormányzat? Akinek én most a töpörtyű viccet meséltem, valószínűleg megpróbáltam a kormány szintjén előadni a dolgokat. És sok töpörtyű mert én nem nézek le senkit, csak azt veszem figyelembe, hogy van az az állatfajta, aki mondjuk én vagyok, aki reggeltől estig lóg a híreken, és egyszerűen, hogy mondjam, függő az ilyen jellegű információkhoz, és van, akinek vannak egyéb fontosabb dolgai is, és mondjuk 5 percet, vagy még annyit se tölt egy héten a politikával, meg az őt körülvevő világgal, és ilyen nagyon sporadikusan szeledi a dolgokat. Ezeknek szól az a fajta információ sűrűség is, ahogy ezt a történetet előadják, mert gyakorlatilag a mi esetünkben adott esetben már túlreprezentált ez az üzenet, mert már ugye pont az ellenkező hatást éri el, gyakorlatilag meglátsz egy ilyen plakátot, ilyen kiütések jelennek meg rajta. De van, akinek ez kell, mert egyszerűen innen szerzi az információt. Ezt tudomásul kell venni, az a baj, hogy se a politika, se az ellenzék, se egyáltalán mi sokszor abszolút nem veszük figyelembe, hogy az emberek többsége így szerinted ez egy ördögi kör, amiből, tehát ez nem olyan, mint egy körforgalom, hogy néhány helyen ki lehet menni? Ebből nem lehet kimenni? Na, hogyha az ember egy kicsit optimista, vagy mondjuk úgy, hogy naív, akkor azt mondja, lesz egy olyan telítettségi fok, amikor elég lesz. De én azt tapasztalom, hogy gondolkodó értelmiségi barátaim, osztálytársaim, egyetemi évfolyamtársaim úgy már elnézést, benyalják ezt a dolgot,
és úgy olyan tökéletesen mondják vissza ezeket az üzeneteket, hogy a hideg rázza az embert. Akkor szeretnék egy újabb részletet behozni, hogy az Alkotmánybíróság döntött a stop sorossal kapcsolatban, ami részint kapcsolódik ide, de részint kapcsolódik. Nem leszek hosszú. A szólásszabadság sérelme pedig, ugye, mert egyebek között ezt rótta fel az Amnesty International Magyarország, amiért fordult az Alkotmánybírósághoz. Ez így szól, a szólásszabadság sérelme pedig azért nem következett be, mert az új bűncselekmény kizárólag az olyan véleménynyilvánítást tiltja, amelynek célja más személyek jogellenes magatartásra indítása, egyébként a migrációval kapcsolatos véleménynyilvánítást a közéleti viták tartalmát nem érinti. A veszély, amit a korlátozás elhárítani igyekszik, nem a kommunikációra vonatkozik, hanem a kommunikáció által kiváltani kívánt magatartásra. Kinek van mumsza? Szóval nem értem. Nem tudom, nekem az jutott eszembe, hogy ezt itt, ahogy itt beszélünk, egy picit visszatérve az előzőre, hogy itt is nehéz racionalitást keresni szerintem ebbe a dologba. Ha azt nézzük... De az Alkotmánybíróság az kávészat, bocsánat, csak, nem, csak hogy kérdezte azt, hogy van ebből ki, tehát hogy ki lehet ebből lépni, igen, és igen. Nekem az a válaszom erre, hogy szerintem nem lehet. Szóval innen már, tehát itt az a szintre jutott el ez a kampány, annak az intenzitása, ugye ez a mostani az egyik a legdrágább kampány a korábbiakhoz képest, tehát minden eddiginél többet költ rá a kormány. Tehát láthatóan nem, hogy kiszállni nem akar belőle, hanem a lehető legintenzívebben nyomja ezt a kampányt, és számomra is az a megdöbbentő, hogy működik. Tehát ez a dolog, eztől, ha belegondolunk, vagy belegondoltok, azért nagyon sokan cáfolták már ezt a kampányt. Tehát az, hogy mire idáig eljutott ez a dolog, hát hányan politikusok, EU biztosok, EU miniszterek, szóvivők, a komplett ellenzék, tehát nagyon sokan cáfolták, és ennek ellenére a kampány mégis működik. Tehát ez megint hitkérdés, nincs benne racionalitás. És hány hangszeren és hány szólamban szól ez a történet, mert ugye az a töpörtyű plakád, amiről ugye beszélünk, az az egyik rész a dolognak. A másik, ez a jogilag nagyon szofisztikált szöveg, aminek a ötödik szavánál már nagyjából nem tudunk. Teljesen igazad van, különös tekintettel arra, hogyha most egyenként le kéne vizsgáztatni az embereket, racionalitás abból, amiről ez szól, nevezetesen jöhet a borgula, humanitárius vízumok, határvédelmi jogok, Európai Unió menekültügyi ügynökség, bankkártyák a bevándorlóknak, kötelező kvóták, kötelező áttelepítések az EU-n kívülről, büntetőjellegű uniós költségvetés, mindenki csak azt mondaná, Fiala úr, hagyjon engem baromira békén. Pontosan erről van szó, hogy hol tart Brüsszel, ahol tart, az ezt a kommunikáció mutatja. Brüsszel egyszerűen megpróbál Európa polgáraival, mint felnőtt, művelt, politikával foglalkozó, jogilag képzett emberekkel beszélni, és nem tud azon a szinten tárgyalni, amilyen szintről őt alulról böködik. És ez a legnagyobb veszély, ami Európára fenekedik, ahogy Európa veszélyben volt a 30-as években, mert ugyanez volt a helyzet, hogy a szofisztikált Európa el nem tudta képzelni, hogy azok az ordas eszmék és azok az indulatok, amelyeket az akkori jobboldal támasztott valaha is működőképesek legyen, röhögtek a diktátorok jelöltől. Borgula, Lampé, Szakonyi, önök. Hogy van az, hogy ugye ezen a héten volt a kommunizmus áldozatainak emléknapja, és a Terrorháza Múzeumban Trócsány miniszter úr és Schmidt Mária szintén miközben szót ejtettek a kommunizmus áldozatairól, hosszan beszéltek Brüsszelről. És akkor az ember azt megnéztem, meghallgattam, elolvastam, és azt kérdeztem, hogy mit kerül Brüsszel a kommunizmus áldozatainak asztalára? Ez valószínűleg azért van igaz van azoknak, mert ha csak 5 percünk van arra, hogy tájékozódjunk, akkor bármilyen hírt hallgatunk meg, abból tudjuk meg, hogy ez a mocskos Brüsszel mocskos. Bármiről szólnak azok a hírek. Egy idő után az időjárásba is be fog kerülni, hogy ezek a felhők Brüsszel felől érkeztek. De tehát bármikor kapcsolunk be, bármilyen adott pillanatban. Akkor mi a frászkonyhónak van? Minek van időjárás jelentés? Az emberek kimennek, azért eldöntik. Van a mi műsorunk, és egyáltalán ma fölébredtem a sok-sok időben, mert a lángot, itt a lángot mi tartjuk életben. Még a szünetben kávét is fogok inni, és azt a végképbe fogok indulni. Tehát, mi? Hogy azért, mert egy kicsi szikra kell, hogy maradjon, és ha csak 5 ember vagy 10 ember, egyre több lesz, és én bízok benne, hogy igenis van kiút. Tehát, hogyha a 10 éves vagy 10 és 12 éves gyerek ül reggel a kocsiba, amikor megyünk munkába, ők meg suliba, és akkor meglátták ezt a posztereket,
és esküszöm, nem beszélünk otthon politikáról, egyáltalán nem, vagy főleg nem a gyerekek előtt, akkor azt mondta a kisem, hogy 10 éves, hogy mi ez a hülyeség már megint? És akkor el kellett neki magyarázni, hogy milyen jó rátapintott a lényegre. Mert fölhívtam a fiadat, és mondtam, hogy ha holnap mentek suliba, akkor mondja neki. Hogy miért kell nekünk beszélni? Azért kell beszélnünk, mert ezt már annyiszor és annyian és olyan hangerővel mondják, hogy azok, akik úckoltak, elbizonytalanodnának egy idő után, azt mondanák, hogy hát lehet, hogy én vagyok hülye. Hát mindenki ezt mondja. De a kormány, a sok okos, hát akkor néhány műsornak, újságnak, stb. Kell létezni, akkor mondja, hogy nyugi, túl kell élni. Ez engem meg az bizonytalanít el csak erre hogy ez a dolog visszatérve, hogy mégiscsak működik. Tehát valami, azt is lehet tudni, nyilván ez is közhely, hogy a Fidesz kommunikációjában mindent megmér, mindent pontosan előre eltervez. Láthatóan ez a kampány szerintem az egyik legjobban eltervezett stratégia mentén haladó kampány. Lehet látni, hogy mindenki van találva, mindennek megvan a maga ideje, a helye, a szerepe. Tehát láthatóan működik. Ha valami miatt nem működne, akkor ők módosítanának. Ebben biztos vagyok. Ez nagyon érdekes. Ha Magyarországon most a gazdaság, az egyes emberek közérzete, gazdasági helyzete rosszabb lenne, akkor egészen más lenne a működési mechanizmusa ennek, ha működne egyáltalán, mint most, amikor most több a fizetés, emelkedik a minimálbér, jobban működik. Tehát ezek bizonyítottak, jó, ezek a fiúk. De bár a migránsok tűzsdei árfolyama azon múljon, hogy milyen a gazdasági állapotunk, de mintha még nagyon rövidek vagyunk, és már 10 másodperccel túl vagyunk az első fél időre szánt időn, szerintem szüneteljünk, és aztán majd a reklám után úgy visszajövünk, mint a böcsök.